Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Az első rész az egy díjmentes tudatosságfejlesztés, a második pedig coachképzés. Coachokat képzünk, az azt jelenti, hogy ember és életjobbító tulajdonságokat átadó embereket képzünk. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, hiszen magától nem működnek a dolgok, csak tőled. Ezáltal ugye nálunk is tegeződés folyik. Hogyan alakul számotokra a jelenlegi világ? Mennyire élvezitek a jelenlegi életeteket? Miért? Ha itt vagy, akkor élvezd. Ugye ez a lényeg, hogy akik itt vannak, azok élvezik. A többiek meg rájöjjenek arra, hogy a világ az nem egészen olyan, mint aminek ők valójában látják. De ugye azért olyan a világ, mint aminek valóban látják, mert igazából a jó emberek nem tesznek azért semmit alapvetően, hogy a világ az jó irányba haladjon. És ez úgy működik, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ezt most élik az emberek. És erre a legjobb lehetőség, hogy a rossz eluralkodjon a Földön, ha megnézed, az, hogy az embereknek el kell juttatni azt a megélhetést, hogy elégedett legyenek a megélhetésükkel. És amikor az ember a megélhetésével elégedett teljes egészében, már pedig ugye a nyugati társadalmakban az emberek a megélhetésükkel zömében elégedettek voltak, most már évtizedek óta, az azt jelenti, hogy minél elégedettebbek az emberek, annál inkább nem akarnak jobbat. Jobbat. És nem akarnak változtatni. És akkor ez a minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve, ez eljuttatja az embereket oda, hogy nem lépnek tovább. Min kellene tovább lépni? Az anyagiakon. Tehát az anyagiakon kellene tovább lépni. Tehát az anyagiak halmozása, az akármilyen hihetetlen, azért nem életcél, mert nem ezért születtünk. Senki nem azért született, hogy az legyen az élet célja, hogy az anyagiakat halmozza. Sőt, még a leggazdagabb emberek a Földön és azoknak a gyerekeik sem azért születtek, hogy az anyagiakat halmozzák. És akkor az életük arról szóljon, hogy az anyagiakat halmozzák, és egyre több és több anyagi javuk legyen. Nem ezért születtek. Ők sem. Egy ember sem a bolygón azért született, hogy az anyagi javait egész élete során halmozza. És egyre több és több legyen. Bár a legtöbb ember azt gondolja, hogy ő azért született. Ugyanis ez úgy működik, hogy egy bizonyos idő után, hogyha a szükségleteiden túl vannak az anyagiak, és ez ugye rengeteg embernél előfordult bolygószinten, hogy a szükségletein túl jutottak az anyagiak, akkor onnantól kezdve az anyagiak semmilyen pozitív érzést nem okoznak. Tehát ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy nem boldogít. Tehát az azt jelenti, hogy akkor boldogít az anyagiak, hogyha nagyon rossz anyagi helyzetben vagy, és akkor elkezd javulni az anyagi helyzeted. Akkor jobban fogod tőle érezni magadat. Érted? És addig tudja ezt az érzést kelteni az anyagiak, amíg a szükségleteit, határait el nem éred. Tehát a szükségletek az nem az, amire az emberek azt gondolják, hogy a szükségleteiken túl még ez is kell, meg az is kell, meg az is kell, mert kell, mit tudom én, kacsalábon forgó palota, kell minél drágább autó, minél drágább ruha, minél drágább ez, minél drágább az,
az nem szükséglet, mint ahogy régen mondták annak idején, még a szocializmusban, mikor valakinek mondjuk trabantja volt, és akkor oda jött mondjuk egy 1005-ös ladás, és akkor mondta, hogy én ugyanoda elmegyek a trabantommal, mint az 1005-ös ladával. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a mondjuk a trabant az szükséglet volt, az 1005-ös lada az már nem szükséglet volt. Jó? Tehát az már túl volt a szükségleten. Tehát az egyik került annak idején 45 ezer forintba, a másik megkerült 98 ezer forintba. De akkor ugye hozzátenném, hogy olyan 1000-valahány száz forintot keresett az átlag kereső. Tehát akkor ki lehetett számolni, hogy hány hónap alatt tudott mondjuk egy trabantot, vagy mondjuk egy 1005-ös ladát ugye megvenni. Na szóval a lényeg az, hogy a szükséglet az, ami nem az igény. Tehát nem az igény. Az igény attól függ, hogy az ember milyen gyerekkort élt meg. Kétféle igény szokott lenni, igény kialakulás szokott lenni. Hogyha az ember gyerekkorban nem kapott meg semmit, vagy gyerekkorban megadtak neki mindent. Jó, ez a kétféle igény van. Az azt jelenti, hogy, mind a kettő elő tudja idézni azt, hogy felnőttként az ember az túlságos, nagy igényű lesz. Ugye ezt azt úgy hívják, a szükségleten felüli anyagi javak érvényesítése az azt jelenti, hogy nagy igényű. Mit jelent az, hogy a szükségleten felüli javak anyagi igénye, tehát illetve felhalmozása? Az azt jelenti, hogy, azért kell, hogy több legyen, hogy nagyobb hatalma legyen, vagy nagyobb hatalmat lássanak az emberek, vagy azért kell, mert azzal ő a ki, ha én nem, érted? Vagy azért, mert a szomszédnak van, akkor neki is kell, vagy ennek van, vagy annak van, akkor neki is kell, érted? Tehát az azt jelenti, hogy az emberek jó része, aki az anyagi javakon felül, illetve a szükségletein felül anyagi javakat halmoz föl, az azért, hogy felülemelkedjen látszatra a többieken. Csak nem anyagiakban kellene felülemelkedni a többiekben, hanem észben. Világos ez? Tehát nem jobb anyagi helyzetben kell lenni, mint az átlag, hanem több eszednek kell, hogy legyen, mint az átlagnak van. Ez úgy nem tudom mennyire világos. Tehát sokkal fontosabb, hogy észben átlag felett legyél, mint az, hogy anyagiakban átlag felett legyél. Tehát lehetsz úgy anyagiakban átlag felett, érted, hogy látszatra nem vagy átlag felett. Tehát látszatra. Miért? Mert nem akarsz átlag felett lenni látszatban, mert neked nem az a fontos, hogy, abból a szempontból lóg ki az emberek közül, hogy neked több az anyagi javad, hogy neked drágább az autó, drágább a házad, drágább a telefonod, stb. Stb. Érted? Drágább utazásokra mész. Nem ebből a szempontból kellene kilógni. Érted? Mert én azt látom, hogy azok, akik így gondolkodnak, azok javarészt a következőképpen működnek. Úgy működnek, hogy fogják, és eljutnak egyszer arra a szintre, mert ugye a legtöbb így működő ember az olyan tevékenységet folytat, hogy amikor megöregszik, akkor már nem tudja azt a tevékenységet folytatni. Érted? És ezáltal ugye visszaesik a jövedelmi viszonya. Tehát kevesebb jövedelem érkezik be havonta, és ezáltal mondjuk ha volt tartalék, akkor szépen a tartalékot fel kell élnie. Most ez milyen tartalék volt, ebből a szempontból mindegy. Tehát ami annyit jelent, hogy
fogja és ugye már nem tudja azt végezni, mert már esetleg a fizikai adottságai már nem úgy vannak, mint régen, vagy a szellemi adottságai nem úgy vannak régen. És mondok példát. Mit tudom én, ha valaki mondjuk sportoló, nem tud élete végéig versenysportból élni, ha csak nem ő az edző. Érted? De akkor se. Hát most képzeld el, már valaki bottal menne az edzőpályára, és úgy edzené a fiatalságot, érted? Ilyet azért nem látsz. Tehát nincs ilyen. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy edzőként sem tud az ember, mit tudom én, 80 akárhány évesen, vagy 90 akárhány évesen edzősködni. Érted? Tehát ma egy olyan világban élünk, ahol ugye mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt a világ. Vannak azok az emberek, akik gazdagok, és a gazdagságot azt nem abból mérjük, hogy mennyi a vagyona, hanem a gazdagságot abból a szempontból nézzük, jó, most a mi esetünkben, tehát mi a mi esetünkben, hogy én erről beszélek ebben az esetben, abból a szempontból nézzük, hogy ha valaki bármilyen szempontból képességcsökkenést szenved el, mondjuk fizikai vagy szellemi okból, akkor a bevételei azok ne csökkenjenek, hanem attól legalább ugyanannyi legyen, vagy növekedjen. Nem tudom, ez mennyire világos. Tehát éppen most volt elszámolás. Erről még így nyíltban nem beszéltem. Ugye mikor? Tegnap estére volt elszámolás, vagy éjszakára. Ugye mert minden hónapban van egy elszámolási hónap, az lezáródik, hó utolsó napján, és ha megnézitek, ugye most másodika van, ezért ugye 3 napon belül készülnek az elszámolások. Milyen elszámolás? Ez jutalékelszámolás. A jutalékelszámolás azt jelenti, hogy ki mennyire aktivizálta magát a szervezésben és a vezetésben természetesen, annak alapján elszámolódik egy jutalék. Mit jelent a szervezés? Akik tanulók, azoknak lehetőségük van a szervezésre. És az azt jelenti, hogy szervezhetnek kiket? Tanulókat. Tehát tanulókat szervezhetnek. És ha már több tanulót szervezett, mondhatjuk azt, hogy úgy mondjuk egy tucatot legalább, hát akkor azok között már olyanok is lesznek, akiket vezetni is kell. És hát ugye akkor elkezdi az ember tanítani az embereknek azt, amit már tud, átadni azokat a tapasztalatokat, és akkor az azt jelenti, hogy tud részesedni másnak, a csoportjában lévőknek a teljesítményéből. És az azt jelenti, hogy nem csak a szervezésért kap jutalékot, hanem a csoport után is kap jutalékot, tehát a saját csoportjában lévő szervezők, tehát tanuló szervezők teljesítményéből is tud részesedni. És akkor mit tudom én látok olyan példákat, hogy valaki mondjuk, mit tudom én, megbetegedett, érted? De a jutalék az nem kevesebb lett, mint az előző hónapban, hanem több. Ha te például neked egy állásod van, és te megbetegszel, és emész táppénzre, akkor nem kevesebb, nem több lesz a jövedelmed, hanem kevesebb. Világos ez? Tehát ugye az a valós gazdagság, amikor bármi történik veled, a jövedelmed az nem csökken. Érted? Hanem nő. Vagy mondok példát, mondjuk valaki meghal, ne adj Isten, és marad neki egy örököse, vagy akár több, mindegy.
Na most gondold végig, az örökös az általában úgy működik, hogy beülhet a te állásodba? Vagy az örökös, aki nem csinálta a te vállalkozásodat, az fogja és tovább tudja vinni a te vállalkozásodat? Nem jellemző. Jó, az egyáltalán nem jellemző, hogy egy alkalmazott az be tud ülni az apjának vagy az anyjának a helyére. Hát az meg, hogyha valaki az apja vagy anyja vállalkozó volt és meghal és elkezdje tudni csinálni úgy a apjának vagy az anyjának a vállalkozását, hogy az sikeresen jól működjön, úgy, hogy nem vett benne részt, arra is azért befizetnénk. Oké? Na most gondold végig, a gazdagság azt jelenti, hogy akkor is működik az a vállalkozás, mert az alkalmazotti létet hagyjuk a csodába, mert ott olyan nincs, hogy beülsz valakinek a helyébe, de egy vállalkozásba beülhetsz, mint örökös, és ugyanúgy tudod élvezni annak a vállalkozásnak a hasznát, érted? Jövedelmét mondjuk. Na azért ezt csak a gazdagok tudják. De csak akkor, hogyha bevitték a saját hozzátartozójukat abba a vállalkozási formába vagy formákba, amit űztek. Most mondok példát, jó, hogy értsétek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Görögországban volt régen egy nagyon gazdag család. Ezt úgy hívták, hogy Onassis. Így van. Az Onassis család az a görögök közül a leggazdagabb család volt. És nem tudom, tudod-e, hogy most hol tart az Onassis család? Az örökösök széthorták a vagyont, és gyakorlatilag már sehol nincs az a vagyon, ami volt. Érted? Miért? Mert valószínűleg nem vitte be az örököseit az Onassis üzleteiben. Érted? Tehát az Onassis a saját üzleteiben nem vitte be. És ha az örökösök nincsenek bevéve egy üzleti tevékenységbe, akkor az úgy működik, hogy széthordják, elherdálják a vagyont. Érted? Szó szerint. Még akkor a vagyont is, ami arra azt mondták, hogy az Onassis vagyon az mesés nagyságú volt. Tehát a világ egyik legnagyobb vagyona volt. És az örökösök felélték. Elherdálták ezt a hatalmas vagyont, érted? Na most, ugye, akkor nézzük tovább. Van egy olyan lehetőség a világban, amit én élvezek 32 éve. Olyan lehetőség, hogy az ember megtanul valamit, átadja a tudását, azt, amit megtanult, és akkor mások is tudják csinálni, nem feltétlenül örökösök, bárki más tudja csinálni azt, amit ő csinált. Majd utána hozzásegíti az ember azokat az embereket, akik már tudják közvetlenül csinálni azt a tevékenységet, amit ő végzett, megtanítja őket arra, hogy ők is át tudják adni a tudásukat. Tehát ez úgy hívják, hogy önzetlenség. Érted? Tehát az önző emberek azt csinálják, hogy ide nekem minden tudást, majd ezt adom tovább. Érted? És csak én akarok boldogulni, a többiek nem. Ne boldoguljanak. Ez az önző ember. Az önzetlen ember pedig azt csinálja, hogy amit tud, átadja másoknak. És ha erre van egy kialakított rendszer, egyébként a franchise az valamilyen szinten így működik, mint legismertebb ilyen rendszer. Érted? Csak a franchise-nak egyetlen egy problémája van,
hogy egy franchise jogot megvásárolni, az baromi sokba kerül. Érted? Tehát az még dollárba is általában milliók. Egy franchise jog megvásárlása. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy már annyi pénznek kell rendelkezni annál az illetőnél, hogy megvegyen egy franchise jogot. És ha megvesz egy franchise jogot, akkor gyakorlatilag a franchise előírásait követve és csinálva azt, amit a franchise-ban elő van írva, akkor gyakorlatilag garantált a siker. Érted? Tehát garantált a siker. De ehhez mondom, hát ha mondjuk 1 millió dollár kell, a számítsd át forintba, az mondjuk 400, durván több mint 400 millió forint. Érted? Tehát ahhoz lenni kell mondjuk egy 400 millió forintodnak, hogy ezt meg tud csinálni. Érted? Na most, hol van még olyan lehetőség, ahol garantált a siker? Ugye ezt olyan tevékenységek vannak a világban, ahol ezt meg lehet csinálni. De akkor nézzük meg. Nyilvánvaló, hogy kell olyan, hogy az a cég mióta létezik. Mert egy új cég, honnan tudod, hogy 10 év múlva is fog létezni? De egy olyan cég, amelyik mondjuk működik már 30 éve, vagy 25, az valószínű, hogy fog működni a következő 5-10 évben is minimum, ha nem tovább. Világos ez? Akkor meg kell nézni, hogy a tulajdonos, tehát eleve ott kezdődik, hogy hány tulajdonos van. Ha sok a tulajdonos, nagyon nem jó. Oké? És mondok példát, én ismerek ilyen üzletet, ahol volt 2 tulajdonos. 2. A 2 az egy jó szám. Az 1 a legjobb, de a 2 az is egy jó szám. A 3 az a legrosszabb szám a tulajdonosi viszonyokban. De a 2 az jó, mert mind a 2 egyenlő részesedésben volt tulajdonos. Igen ám, de kiöregedtek, és ott már a 2 tulajdonos az azt jelenti, hogy 4 lett belőle, mi mind a 2 családban volt 2 gyerek. És úgy örökölték ugye a tulajdonosi részt, hogy már 4. A 4 az jobb, mint a 3, de akkor is 4. És ugye mindig kérdés az, hogy most férfiak vették-e át a tulajdoni jogot, vagy nők vették át a tulajdoni jogot. Mert ha nők vették át a tulajdoni jogot, akkor nagy gond nincsen, mert a férfiak azok általában nem kezdenek el furkálódni a másik családdal szembe. De ha a férfi vette át a tulajdonjogot, és neki van egy felesége, akkor annak jó eséllyel már történik olyan, hogy elkezd furkálódni, hogy a másikat kicsinálják, a másik családot. Mivel az nem hozzátartozó, és ez bizony így van. Mert a nőknek nem versenytárs egy partner, egy másik fél, hanem vetélytárs. A vetélytárs, ahol nem versenyezünk, hanem kicsináljuk. Oké? A férfiaknak egy másik partner az versenytárs. És ez nem most leértékelése a nőknek, ez sajnos így van. És ez mindenütt így volt, bármikor, ezért nem jönnek ki a menyek az anyóssal. De a vejek azok kijönnek az anyossal is, meg az apóssal is. Nyilván vannak kivételek, de általában. Általában. De általában ez úgy működik, hogy a menyek, főleg hogyha közel laknak egymáshoz, netántán együtt, kíváncsuk vagy a menyek jó kijöjjenek, vagy nagyon ritka, hogy jó kijönnek az anyósukkal. De ha a vejnek kell kijönni az anyossal vagy az apóssal, az simán kijön. Érted? Miért? Mert a nőnek a másik nő az vetélytárs. Nem a férfi, a másik nő. A férfinak egy másik férfi az versenytárs. Egy másik nő az nem versenytárs és nem is vetélytárs.
Ez nagyon érdekes, tehát egy férfinak egy másik nő, egy idegen nő, az nem vetétás és nem is versenytárs. Tehát a férfiak azok nem nőkkel akarnak versenyezni, hanem férfiakkal akarnak versenyezni. Világos ez? Tehát ezért semmi olyat nem kell számítani egy férfitől, hogy majd azt a nőt kicsinálja, aki ez semmi köze. Érted? De egy másik nő, de ha nem gondolsz arra, hogy egy vad idegen nőről van szó, hogy az, és egy üzletben két nő, érted? És egyébként idegenek, mert mondjuk két sógornő, hát az bizony idegen egymásnak. Érted? Akkor ott bizony számítani rá, lehet rá az esetek túlnyomó többségében, hogy ha van is egy mondás, az üzlet, az nem barátság. És ők nem fognak haverkodni. Már pedig, ha két nő nem haverkodik egymással, ott azért nagy gond lesz előbb-utóbb. Világos ez? Na most gondoljátok végig, ilyen feltételekkel elkezdenek osztódni üzletek, mint például az az üzlet is, amiről az imént említettem, ahol a két barát hozott létre egy üzletet, majd az a két barát ugye osztódott, kiöregedett, és most már négy személy a tulajdonos, tehát négy személy, és azoknak van férjeik, feleségeik, gondold végig. Azóta én azt tapasztaltam, hogy tízszer annyi változás történt fele vagy negyed idő alatt, mint előtte négyszer annyi idő alatt. Érted? És például azt is megcsinálták, hogy fogták, és lefejezték a hálózatot. Az azt jelenti, hogy egy csomó nagyon magas szintű embert kirúgtak. Így van, lapátra tették őket. Így van, és előtte ilyet soha nem csináltak a két barát. Oké, tehát ezért mondom, hogy nézni kell azt is, hogy kik a tulajdonosok. Minél több a tulajdonos, annál rosszabb. Érted? És akkor ugye mivel, ugye hogy néz ki ez egy franchise-nál? Franchise-nál úgy néz ki, hogy van egy tulajdonos. Érted? És ez az egy tulajdonos eladja a franchise jogot. És ott le van írva minden, hogy mit, hogy kell csinálni, és az ember csinálja, akkor csinálhatja, ha nem csinálhatja, akkor megfenyegetik, hogy ha még egyszer nem csinálod, kirúgunk, hiába megfizetted a díjat. Oké? Tehát szigorúk ezek a dolgok, ha jobban megnézi az ember. És akkor van egy olyan lehetőség, ami nem franchise, de mégis olyan lehetőség, ahol az emberrel mondjuk, ha nehogy Isten valami történik, akkor sem csökken a jövedelem. Érted? Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem nő olyan mértékben, mint előtte, de mondjuk nem is csökken. Vagy kisebb mértékben nő. És akkor én ugye üzleti tevékenységekkel foglalkozom, üzletekkel, üzlettel, de általában csak mindig egyel foglalkoztam, üzletekkel foglalkozok 87 óta, az hány éve? 35 éve. Tehát nem ma kezdtem üzleti tevékenységekkel foglalkozni. 8 év kellett hozzá, hogy azt mondjam, nem, 9 év, nagyon érdekes, 9 év kellett hozzá, mert 94-ben mondtam azt, hogy most már tudom, hogy miért van az, hogy ja nem, azt mondtam, hogy soha többet nem leszek alkalmazott. Tehát 94-ben mondtam azt, hogy soha többet nem leszek alkalmazott. Tehát 94-ig én voltam alkalmazott, de 94-től azt mondtam, hogy soha többet. Oké? Tehát 9 év kellett hozzá. És elég hamar, már a 89 környékén azt mondtam, hogy most már tudom, hogy miért mondják azt, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Mert nem fizikai munkával kell pénzt keresni, hanem ezzel, itt belül, a fejedben lévő dolgokkal.
És ugye a valakinek netántán nincs elég a fejében, akkor tanuljon, és akkor lesz. Érted? Ilyen egyszerű. Mert senki nem úgy kezdi az üzleti életet, hogy tele van a feje tudással. De úgy nem lehet egy üzleti életet csinálni, hogy az ember nem képezi magát. Oké? Hanem azt mondja, mint sok vállalkozó belebukott már, hogy azt mondja, hogy ó, hát én a szakmámban kiváló vagyok. És akkor csinálok egy vállalkozást. És azoknak a kb. 70%-a tönkre megy elég hamar. Mert ahhoz, hogy az ember egy vállalkozást csináljon, nem elég, hogy jó vagy a szakmádban. Nem tudod, miben kell még jónak lenni? A tanulási akaratodban. A tanulási érdeklődésedben. Érted? Tehát ugye mondtam, hogy 87 óta foglalkozok vállalkozás. Tehát azóta van saját vállalkozásod, tehát üzletekkel. De mondom, mindig csak egy dologgal foglalkoztam. Soha nem foglalkoztam egyszerre kettővel. Csak esetleg nagyon rövid ideig, hogy kipróbáljam azt, hogy lehet-e jól csinálni valamit egyszerre kettőt. És kiderült, hogy nem. Ezt mondjuk lehet, hogy kipróbáltam kétszer életemben, vagy háromszor is talán, nem is. És rájöttem mindig, hogy ó, hát nem lehet egyszerre több dologgal foglalkozni, csak egyel. És lényeg az, hogy ugye azt mondtam az imént, hogy 35 éve foglalkozok üzlettel, és ez alatt nagyon sok minden kiderült. És az is kiderült, hogy milyen üzlettel érdemes foglalkozni. Most gondoljátok végig, mióta ugye az ismerőseim tudják, hogy én üzleti, tehát üzletember vagyok, nem csak az vagyok, de ugye az vagyok régebben üzletember, ezért nagyon sokféle üzlettel engem megtaláltak már az emberek. Rengetegféle üzlettel, és akkor az a képességem is gyönyörűen kifejlődött, hogy mondjuk fél órán belül megmondom bármilyen üzletre, hogy azzal érdemes-e foglalkozni, vagy nem. Jó? Tehát mondjuk fél órán belül. És lényeg az, hogy ezáltal elég sok mindennel megismerkedtem életem során, de most gondoljátok végig, hogy mégis rájöttem arra, hogy az embernek átlagemberként igazából egy típusú lehetősége van. Hát több lehetősége van, te lehetsz alkalmazott, lehetsz vállalkozó, hagyományos értelemben vett vállalkozó, ideértve a cég tulajdonost is természetesen. Lehetsz befektető is, és lehetnek befektetésből jövedelmeid. Ahhoz viszont ugye be kell tudni fektetni, természetesen, meg hát ugye a befektetők jó része is bukik. Például a tőzsdén minden ötödik ember nyer csak, és ugye ötből négy bukik. És az nem azt jelenti, hogy ugyanazok nyernek mindig, és ugyanazok veszítenek mindig. Tehát még azok is veszítenek, akik hajlamosak arra, hogy nyerjenek a tőzsdén. Szóval a lényeg az, hogy ugye lehetsz ez az, amaz. Tehát lehetsz, mondom, olyan, aki alkalmazottként rendelkezik jövedelemmel, vállalkozóként, vagy cégtulajdonosként, vagy befektetőként rendelkezik jövedelemmel. Vagy lehetsz egy olyan típusú tevékenységben, amit az imént említettem. Hogy megtanulsz dolgokat, majd továbbadod, majd természetesen a tanulás soha nem hagyod abba, tehát akkor lehet fejlődni, hogyha az ember a tanulás soha nem hagyja abba. És mindig amit tudsz, átadod másnak, amit tudsz, mert például mit tudom én, tudsz mondjuk szervezni, akkor annak a tudását átadod. Ha tudsz mondjuk vezetni már embereket, akkor annak a tudását átadod. Érted? És akkor megtanítod másnak azt is, hogy ne csak szervezni tudjon, hanem tudja tanítani is azt, hogy szervez egy másik személy. Ne csak azt tud, hogy hogyan vezess embereket, hanem tanítsd meg azt is másoknak, hogy ők hogyan vezessenek embereket.
És ez egy egész egy rendszerben van, egy rendszerben kidolgozva, ahol tartós szervezetről van szó, az ugye a tartós szervezet nem csak a tulajdonosoktól függ, hanem attól is függ, hogy milyen termékek vagy szolgáltatások vagy szolgáltatás van abban a rendszerben, érted? Milyen termék vagy termékek vagy szolgáltatás, milyen szempontból fontos? Például az egy elsődleges szempont, hogy mekkora kereslet van arra a termékre vagy szolgáltatásra, érted? Kereslet, akkor mennyi a konkurencia? Mert lehet, hogy nagy kereslet van, de iszonyúan sokan foglalkoznak vele, hát akkor cseszheted, érted? Szóval az is fontos, hogy mennyire etikus az a dolog, mennyire etikus. Akkor az is fontos, hogy árértékben hogy áll az a piacon, érted? Árértékben valahol jó, hátul helyezkedik el, hát a franc akarna vele foglalkozni, de ugyanúgy, hogyha nem elég etikus, hát a franc akarna vele foglalkozni. Tehát jó, ha tudod, hogyha ezeket a dolgokat nem veszed figyelembe az elején, akkor előbb-utóbb nem tudsz abban tovább foglalkozni azzal a dologgal. Tehát ha belekezdesz valamibe és mondjuk nagyra, vagy nem, kezdjük azzal, hogy kicsi rá az igény, hát akkor jövedelmed nem nagyon lesz belőle. Vagy nagy rá az igény, de nagyon sokan csinálják, akkor megint jövedelmed nem sok lesz belőle. Hiszen van, akik százszor jobban csinálják, és százszor előrébb járnak, mint te. Akkor nézzük tovább. Ha nem elég etikus, akkor előbb-utóbb kibukik, hogy nem elég etikus, és az egész így dől össze, mint a dominó. Érted? Vagy ha kiderül mondjuk, hogy árértékben nincs rendben, valahol hátul helyezkedik el, vagy akár középmezőnybe, akkor az a terméket vagy szolgáltatást nem fogják előbb-utóbb megvenni, mert rájönnek az emberek, hogy annál kedvezőbb áron is tudnak hasonlót vásárolni. Világos ez? Tehát ugye ezeket a feltételeket megnézi az ember, és ezek a feltételek mindig alapvető dolgok, akkor utána nézi az ember, hogy vajon amögött az egész rendszer mögött mennyi tudás van. Mennyi tudás? Ha éppen rajtad akarják gyakorolni a tudást, hát akkor ott nem túl sok tudás van abban a szervezetben. Érted? De ha már azt mondják, hogy az a személy, aki az egész tudás kiinduló pontja, az már ilyen területeken foglalkozik évtizedek óta, akkor abban nem hiszem, hogy sok tudatlanság lenne ott abban a szervezetben. Érted? Na most ha ezeket mind végignézzük, akkor ez olyan, mint a rosta. Hogy a rostán vannak lukak, és akkor a kisebb dolgok azok kipotyognak, tudod? De a nagyobb dolgok a rostán fönnmaradnak. Tehát ami azt jelenti, hogy a rostán nem sok marad fönn. Mert a világban nem sok olyan szervezet van, ami ezeknek megfelel. Tehát gondold végig, egy vállalkozással az a legnagyobb probléma, hogy mindent neked kell egy önálló saját vállalkozással, nem ilyen franchise jellegű vállalkozással, mindent neked kell kidolgoznod. Én többször kezdtem úgy, hogy mindent nekem kellett kidolgoznom. Többször. És tudod miért nem csatlakoztam csak egyszer? Azért, mert utána, amikor egyszer csatlakoztam, akkor rájöttem, hogy nekem ilyet sajátot kell csinálnom, mert tele lesz mindig ez a terület etikátlansággal. Mert nem az emberekről szól a történet a legtöbb ilyen szervezetnél, hanem a pénzről. Érted? Tehát arról szól, hogy minél több pénzt lehúzzanak az emberről. Még akkor is, ha jó az árérték. Akkor is. Érted? Még akkor is. Na most, ha a pénzről szól a dolog, akkor ott tartunk, mint amiről az elején beszéltem.
hogy az elején ugye arról beszéltem, hogy az embereknek tovább kellene lépni. Tehát nem a szükségleteiken felül kellene az anyagiakat teremteni, hanem ugye vannak egyesek olyanok a bolygón, egyesek, akik anyagi szempontból elérték azt, hogy mindenük megvan, amit a szükségletük igényel. Tehát a szükségletük. És azt mondják, hogy többet akarok. De az már nem az anyagiak, hanem az már a szellemiség. Azt tudod, mit jelent? Az már azt jelenti, hogy többet akarok tudni, mint az átlag, de ezt nem akarom magamnak megtartani, hanem át akarom adni, hogy más is boldoguljon, úgy, mint én a tudással. Érted? Mert az ember, mikor az anyagiakat hajszolja, akkor nem jut olyan eszébe, hogy azért akarok többet tudni, hogy átadjam másnak. Érted? De amikor az ember szellemiséggel kezd el foglalkozni, tehát a szellemiség, ne érts félre, azt úgy hívják, hogy tudás. Milyen tudás? Az élet és az ember működésére vonatkozó tudás. Világos ez? Ez ezt jelenti. Hogy hogyan működik az élet, és azon belül hogyan működik az ember. Az erre vonatkozó tudás az engem mindig érdekelt gyerekkoromtól. De sajnos nem jutottam hozzá. Nem tudom, te ebben a kérdésben hogyan állsz, de én gyerekkoromtól nagyon sokáig nem jutottam hozzá. Mikor kezdtem hozzájutni ahhoz, hogy hogyan működik az ember meg az élet? 91-ben. Tehát, de az nem azt jelenti, tehát az ember nem úgy működik, hogy van egy ember életismeret tudás a bolygón, és akkor azt mondjuk, hogy na, mindent rád zúdítunk. Tudod, mi történne? Akkor lehet belebolondulnál. Vagy lehet, hogy minden ember belebolondulna. Érted? Abba a töménytelen mennyiségű tudásba, ami itt a bolygón leledzik avval kapcsolatban, hogy hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember. Na most ezért ugye, ez lépésről lépésre történő tudás. Megszerzés. Hát csak kérdés honnan. Nekem nagyon sok időbe tellett, hogy arra a tudás szintre eljussak, ahol most tartok. Nagyon sok időbe tellett. Hát számoljátok ki. Tellett, azt mondja, hogy 91-től mai napig az 31 év. 31 évbe. Oké? Tehát nem 3 hónap, nem 3 év, 31 év. 31 év. És ugye vannak a türelmetlen emberek, akkor azt mondják, hogy nekem nincs 31 évem, semmi gond nincs ebbe. Van-e mondjuk 9 éved? Hát remélem, még akarsz 9 évig élni, nem? Vagy akár tovább. Csináljunk egy próbát. Írd le magadnak, hogy hány évig szeretnél élni. Írd le. Mindenki magának. Nem kell puskázni, jó? Írd le, hogy hány évig szeretnél élni. Tehát milyen élethosszat képzelsz el magadnak. Ez egyben egy teszt is, hogy mennyire vagy alkalmas az együttműködésre. Ami azt jelenti, hogy ha mondanak neked valamit, akkor csinálod, vagy nem csinálod. Érted? Ez ennyi, ez egy teszt is egyben. Ugye megnézitek, hoppá, mindjárt mutatok valamit. Van nekünk egy ilyen célunk, ez a legfőbb célunk, oké? És itt benne van egy szó, hogy együttműködés. És benne van az, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ezért mondom, ez egy együttműködési teszt is, hogy ha mondanak neked valamit, akkor, és az jó, akkor ezt csinálod, vagy nem csinálod. Természetesen rosszat te csináld. De hát az, most gondold végig, ha az mire jó neked, ha azt mondod, hogy te nekem már alig van hátra valami.
az életemben. Azt szerinted neked jó? Tehát nem az a jó, hogyha minél hosszabb életet el tudsz képzelni magadnak? Nyilván hozzájátszik ebbe a dologba az is, hogy hát hogy egészségesen, nem? Tehát akkor nézzük meg, egészségesen, szeretetben, ha már az egészséggel kezdtem az előbb, nem ez a sorrend, mert a szeretet az első, tehát az egészségesen, szeretetben, elismerésben, szabadon és elég pénzzel. Oké? Hát ez ezt jelenti. Mondjuk, ha így tudnád elképzelni, hogy szeretetben, egészségben, elismerten, elismerésben, tehát ugye ez egy természetesen, és szabadon és elég pénzzel. Tehát elég pénzzel. Ami azt jelenti, hogy jut is, marad is. Tudod? És ezt az ötöt megnézzük, ezt jelenti az, hogyha ez megvan, akkor nem valószínű, hogy rosszul érzed magad a bőrödben, nem? De hát akkor tegyük hozzá, hogy jól érezd magad a bőrödben. Jó? Ez az 5 plusz 1. Jó? És mondjuk így megélni azt az életet. És nem azért meghalni, mert más valami úgy rendelkezett, hogy neked meg kell halnod. Érted? Hanem úgy meghalni, hogy na jó, akkor teljesítettem az életemben, amit nekem teljesíteni kellett, jó, és akkor úgy szeretnék meghalni, hogy kilépek a testemből. Érted? Az most úgy szokott lenni, a jelen világban még az úgy van, hogy akkor lép ki valaki így a testéből, mint például a nagymamám így halt meg, hogy este lefekszik, és nem kell föl másnap, érted? De ő úgy csinálta, hogy ez történt kedden vagy szerdán, és vasárnap még nálunk volt, érted? És vasárnap még éppen egészségesen volt nálunk, igaz, hogy 94 évesen, de éppen egészségesen. És utána kedden vagy szerdán meghalt, érted? Azt hiszem kedden. Hát ami azt jelenti, hogy eljött még körülnézni, érted? Így van, gyakorlatilag találkozott mindenkivel, akivel lehetett találkozni, érted? Elkészültek még a fényképek róla, amikor utoljára nálunk volt, érted? És rá két napra meghalt. Oké? De úgy, hogy nem volt szívbeteg, nem volt ilyen beteg, olyan beteg, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ma egészséges volt, azon kívül, hogy öreg volt, és azon kívül, hogy két szomnyaktörésen volt úgy túl, hogy simán ment járókerettel. Jó? Tehát járókerettel simán ment, és ellátta magát. Tehát ellátta, nem kellett fürdetni, nem kellett mosdatni, érted? Tehát ellátta magát. Tehát ami nyilván nem kádba látta el magát, hanem zuhanyzóba, stb. Stb. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen fajta éles, nyilván szomnyaktörés nélkül. Nyilván. Érted? De miért? Mert nagymamám teljesítette azt, amiről ide leszületett. Én ezt tudom, hogy teljesítette. De én azt látom, hogy a legtöbb ember nem teljesíti azt, amiért ide leszületett. Például apám nem teljesítette. Ő még nagymamám előtt halt meg pár hónappal, és ő nem teljesítette azt, amiért ide leszületett. Megnézem édesanyámat, ő sem teljesítette azt, amiért leszületett. De nagymamám teljesítette. És mind a kettő, apu is, meg anyu is betegesebb volt sokkal, mint nagymamám, és sokkal hamarabb halt meg. Tehát mondom, gondold végig, apám hamarabb halt meg, mint nagymamám. És nagymamám hány évvel? 35 évvel volt idősebb, mint apu. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy ha körülnézel, akkor a legtöbb esetben úgyis azt látod, hogy az emberek nem teljesítették azt, amiért leszülettek. És akkor ne csodálkozz, hogy,
hogy az életük nem egészen úgy alakul, ahogy szeretnék. Szóval lényeg az, hogy van egy tevékenység, ami esetlegesen sok embernek egy olyan, amiben már csalódott. Ez azt jelenti, hogy tevékenység, de tevékenység a tudástól távol áll. Tehát ugye nekünk van egy szolgáltatásunk, a szolgáltatás az, hogy átadni azt a tudást, amivel az emberek képesek majd bejutni az aranykorba. Oké? Átadni ezt a tudást. Tehát az, hogy bejuss az aranykorba, az be kell bizonyítani, hogy képes vagy rá. Tehát én mindent, tudást átadok, mondjuk azt, hogy átadunk az embereknek, hogy képesek legyenek bejutni az aranykorba. Az aranykor egy átmeneti korszak, egy elnyomásmentes átmeneti korszak, a jelenlegi társadalmi forma és egy felsőbbrendű társadalmi forma között. A felsőbbrendű társadalmi formáról annyit szeretnék mondani, hogy a felsőbbrendű társadalmi forma az egy angyali vagy egy isteni létforma, ahonnan jöttünk. Minden ember lelke az vagy angyal volt, az emberek többségének a lelke az angyal volt emberi leszületés előtt, tehát földre leszületés előtt, angyal volt, egyeseké Isten volt. Oké? De milyen Isten? Hát nyilván nem az Atya teremtő Isten, jó? Tehát azért maradjunk ennyibe, tehát nehogy valaki elszálljon magától. Jó? Szóval ugye odafönt van 7 isteni szint, beletartoznak az angyalok is. Ugye a teremtő Atya Isten volt, ugye van a 7-es szinten, na ahhoz képest ugye az egyszerű angyal az a 7. a föntről, tehát mondhatjuk, hogy ő az 1-es szinten van, és a többiek ugye csak nem így, mert fordítva van a hierarchia, tehát az 1-es az az angyali szint, és a 7-es az a legmagasabb teremtői szint, és az, ott azon egy lény van a világegyetemben, egyetlen egy, jó? És nem rengeteg szint van, hanem csak, képzeljétek el, csak 7, nem sok. Tehát most ha annyit csinálnál, hogy fognál egy kis számítást, és a 7-et elkezdenéd szorozni 7-tel, tehát 7 × 7 × 7 × 7 × 7, akkor nem sok hiányozna, és már ott van az emberiség. Érted? Pedig csak 7-tel szoroztad. Tehát mondom, ezt meg lehet csinálni, ezt a számítást, és gyakorlatilag ugye innen jöttél, de ide kéne visszatérni, tehát visszatérni oda, ahonnan jöttél, ugye a legtöbb ember angyal volt, visszatérni az angyali létformába. De egyébként mondanám, hogy az angyali létforma nemtelen. Tehát ott nincs férfi vagy nő. Akkor van férfi vagy nő egy lélek, a lelked is nemtelen. Tehát a lelkednek nincs neve. Nincs olyan, hogy nő lélek. A női lélek azt jelenti, hogy női testben van. Tehát nincs olyan, hogy nő lélek, meg olyan, hogy férfi lélek. Ugye? Ugye a férfi lélek azért, mert ível végződik, ugye nem tudjuk azt mondani, hogy férfi lélek, mert ível végződik. De az azt jelenti, hogy mikor azt mondják, hogy férfi lélek, akkor a férfiben lévő nemtelen lélek. Tehát nincs neme, a léleknek nincs neme. Tehát amikor testet ölt, akkor van neme. Ha olyan a test. Érted? Tehát egy lélek az nem csak egy emberi testbe tud költözni, hanem egy emberi testnél fejlettebb testbe is tud költözni, aminek nem feltétlenül szükséges nemének lenni.
Érthető? Mert miért kell a nem? Azért, hogy tudjon párosodni. De ha nem kell párosodni, akkor minek a nem? Logikus, nem? Tehát akkor nem kell férfi és női nem, hanem kell párosodni. Na most gondold végig, odafönt úgy születnek a testek, hogy nem párosodás révén. És a legtöbb odafenti testnek nincs neme ezáltal. Tehát nem kell, hogy neve legyen. Mondhatjuk azt, hogy a mai nézőpontból nézed, akkor lombikban születnek. Érted? De nemtelenül. Miért? Hát azért nincs nemük, hogy persze létezik olyan, hogy direkt akarnak nemet, de az egy más kérdés. De a fenti lényeknek a nagy része az nemtelen. Tehát nincs neme. Mert nem kell párosodnia. Érted? És az azt jelenti, hogy ugye ezáltal egyformák a testek, amiben beleköltöznek. Érted? Úgy egyformák, hogy egyforma képességgel rendelkeznek. Tehát én nem tudok a nunimon keresztül pisíni, mert nincs más a képességem. Nekem kukim van, érted? Nekem olyan képességem van. A nők sem tudnak kukin keresztül pisírni, mert nekik meg nuniuk van. Érted? Tehát értsd a képességeket. Jó, tehát, jó, ugye az más, de én most magamról beszéltem, ezért nem olyanokról, akik nemtelenek. Jó, tehát. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, így ezáltal ugye elkészült az a test, és az lélek belép egy fejlett testben. Tehát ez olyan, mintha mondjuk tételezzük fel, mondjuk korosodsz, mondjuk eléred a 80 évet, és bölcsé válsz, már bölcs lettél. Akkor mennyivel egyszerűbb lenne mondjuk egy 20 éves testbe azzal a tudással belépni, mint mondjuk egy csecsemő testbe. Mert mit kezdenél a csecsemő testbe azzal a tudással, amit 80 évesként rendelkezel? Érted? De egy 20 éves testben egész jól tudnál vele mit kezdeni, nem? Avval a tudással. Nem baj. Így járt. Úgy sem akarok lapozni. Majd szünetben újraindítjuk a netet. Csak el ne felejtsem. Na szóval, lényeg az, hogy gondold ezt végig. És egy olyan világ van odafönt, ahol a testet azt arra használják, amire szükséges használni. Alapvetően mire kell a test? Legalábbis odafönt, de itt is. Átalakítani dolgokat. Érted? Tehát átalakítani. Nem létrehozni. A létrehozáshoz nem kell test. A létrehozást azt a gondolatoddal tudod létrehozni. Érted? Az átalakításhoz kell test. Például, amikor fogod és kikeversz egy vegyületet, és más anyag lesz belőle. Érted? Vagy fogod, és nekiállsz mondjuk egy fadarabnak, azt csinálsz belőle egy kocsi rudat. Majd tovább faragod, és lesz belőle mondjuk egy végén egy fogpiszkáló, igen. Na hát erre kell ugye az átalakítás, hogy abból az egyenes anyagot átalakíts ugye különböző dologra. Nem jutott összembe több egyenes tárgyakat tenni. De lehetett volna más dolgokat is mondani, még köztesen. Ugye ebben kapcsolatban van egy vicc. Mit fabrikálsz, apám? Jó, és akkor mi lesz ez? Hát egy kocsirúd. Jó, és akkor abból lett a végén egy fogpiszkáló. Jó, tehát, ha el nem rontom, így van, akkor lesz belőle egy fogpiszkáló. Így van. No, szóval, ott tartunk, hogy gondold végig, ehhez kell a test. Tehát ehhez kell a test. Például ahhoz kell a test,
hogy mondjuk fogják és valakit leküldenek egy emberi testhez hasonló testben, ahol nem tudod megállapítani, hogy most ő ember vagy sem, és elvégzi a dolgát, utána meg ugye elmegy avval a testtel, és kilép abból a testből, és éli lélekként tovább az életét. Hát most gondold végig, itt van a testünk, mennyire korlátoz, mondjuk az utazásban. Milyen jó lenne, nem? Úgy közlekedni, hogy a gondolat sebességével mondjuk át tudnád ugrani a teret. Érted? Mert a lélek erre képes, a test nem képes ilyenre. Tehát a léleknek nincs anyagi akadály, tehát nincs olyan, hogy tudom én, egy anyagon nem tud átmenni. Tehát a világegyetemben nem létezik olyan anyag, amin a test nem tud átmenni. Vagy a lélek, bocsánat, nem a test, a lélek nem tud átmenni, nem létezik olyan anyag. Érted? És olyan tér se, amit nem tud elérni, ha akar persze természetesen. Jó? Tehát itt van egy, azt gondolják az emberek, hogy szabadok. Hát a szabadságunk emberi lényként eléggé korlátozott. Meg rövid is, arról nem is beszélve. Így van, mitől vagyunk szabadok. Szóval lényeg az, hogy gondoljuk végig, hogy mi lejöttünk azért, hogy megéljünk olyan dolgokat, amit odafönt hosszú-hosszú időn keresztül éltünk volna meg. Már lehet, hogy van, aki már itt van mondjuk 1,5 millió éve, és inkarnálódik emberi testben, egyikből a másikba, és ugye a 1,5 millió év hosszúnak tűnik, de mondjuk lehet, hogy az illető 10 milliárd éves a lelke, ahhoz képest a 1,5 millió év nem olyan sok. Oké, ez vissza tudod számolni, hogyha mondjuk arányosítod mondjuk 80 évhez ugyanazt az arányt, és akkor kiderül, hogy viszonylag nem is olyan sok idő. Érted? Ha emberi léptekhez nézzük, az a 1,5 millió évet. De a legtöbb ember nem 1,5 millió éve van a bolygón, hanem a legtöbb ember az elmúlt 200 évben született ide le a bolygóra. Oké? Okay? És ha visszaszámoljuk azt a 200 évet ahhoz a sok milliárd évhez, amelyik ahány éves a lelked, akkor az igazán rövid idő. És ez alatt a gondold végig, mondjuk vegyünk átlagosan, mit tudom én, 100 évet, még annyi sincs az átlag, nem is tudom mennyit vegyünk, 50-et, talán ennyi az átlag, 50 év, amióta a legtöbb ember ide született, 50 éve, érted? Ezzel alatt az 50 év alatt meg tudsz élni annyi dolgot, vagy megéltél már annyi dolgot, én már megéltem, mert én már túl vagyok az 50-en, megéltünk annyi dolgot, amit mondjuk odafönt évmilliók alatt éltél volna meg. Érted? Ezért vagy itt, hogy megéld. És megéld a jót, megéld a rosszat, és tudják különbséget tenni a rossz és a jó között. Ha sok mindent megéltél, örülj neki. Ha még nem éltél meg sok mindent, akkor vállald, hogy sok mindent megélj. Miért? Mert annál többet tanulsz, minél több dolgot megélsz, annál többet tanulsz. De nyilván itt nem csak az számít, hogy közvetlenül mennyi dolgot élsz meg, hanem a közvetett dolgokból mennyi tapasztalatot szűrsz le. Tehát az olyan dolgokból, amit mások megélnek, és te is tapasztalatot szűrsz le belőle. Érted? Következtetéseket szűrsz le belőle. És ugye minél több közvetett tapasztalattal találkozol, és abból tapasztalatot szűrsz le, következtetést szűrsz le, ugye annál jobb. És itt ki van alakítva nekünk egy olyan rendszer, hogy közvetett tapasztalatokat többet élhess meg, mint amennyit te megéltél életed során. Érted? Ez azt jelenti, hogy te ezzel élhetsz, tapasztalhatsz, következtetéseket vonhatsz le abból is, amit mások
élnek meg közvetlenül eseményként. És az neked ugyanúgy beszámít a tapasztalatszerzésbe. A bölcs emberek nem azért lettek a világban bölcsek, mert mindent ők éltek meg, hanem figyelték azt, amit mások megéltek. Hát gondold végig, hogyha az ember figyeli, hogy mások mit élnek meg, és abból következtetést vonnak le, tapasztalatokat szereznek, akkor az is ugyanolyan tudás, mintha azt te élted volna meg. De a te életed nem elég ahhoz, hogy mindent te tapasztalj meg, és minden saját magad által megtapasztalt dologból következtetést vonjál le. Tehát ezért, hogyha erről tudsz tőlem, mert ugye mástól nem nagyon hallasz ilyen dolgokat, tudsz arról, hogy ezért vagyunk itt, hogy minél több tapasztalatot szerezzünk, és ugye az a jó, ha nem te élsz meg tapasztalatokat, mert ha az ember egy problémában van benne, akkor nem látja a fától az erdőt. De ha a probléma az kívül van rajtad, akkor rálátsz arra az erdőre, érted? Mert kívül vagy az erdőből. És addig, míg nem jössz ki egy erdőből, addig nem tudsz valós tapasztalatot leszűrni, érted? Mert nem lesz valós rálátásod. Ezért általában ez úgy működik, hogy amikor beteg vagy, addig hiába elemzed a saját betegségedet. Érted? És hiába akarod megoldani. Akkor tudod megoldani, amikor már jössz kifele az erdőből. Minél jobban kín vagy az erdőből, minél jobban kín vagy a betegségből, annál inkább tudsz valós tapasztalatot leszűrni. Érted? Tehát ezért sokkal több tapasztalatot tudsz leszűrni mások megéléséből, mert nem vagy benne. És akkor ugye megkérdezném, hány olyan lehetőséggel találkoztál az életedben, ahol azt adta a teremtőd, hogy mások tapasztalatából gyűjtsél tapasztalatokat? Mert ehhez a családod édeskevés, meg még a rokonságod is, a barátokat is beleértve, meg az összes ismerősödöt is beleértve, nagyon kevés. És itt van egy ilyen rendszerünk, ahol úgy tanulhatunk, hogy mások tapasztalataiból is tudunk leszűrni következtetéseket. Világos ez? És ebben teljesen egyedülállók vagyunk a bolygón, arról nem is beszélve, hogyha te használod azt, amiről az elején beszéltem, hogy nem csak tanulsz, hanem lehetőséget biztosítasz magadnak arra, hogy szervez. Ez nem kötelező, ez egy lehetőség. Hogy hozzá tanulókat? Erre megvannak a módszereink, hogy hogy kell csinálni, jó? Nem kell kitalálnod semmit. A működő módszereket használva tanulókat szervezel, akkor lesz egy tanulói csapatod. És akkor tudod majd egy idő után tanítani őket arra, hogy hogyan szervezzenek ők is. Addig, míg nem tudod tanítani őket, hogy hogyan szervezzenek ők is, semmi gond, majd én tanítom őket, jó? Meg a vezetők tanítjuk őket. És utána pedig, mikor már ők is szervezik a csapatot, akkor tanítod őket arra, hogy hogyan vezessék az embereket. Oké? És ezt ugyanúgy tovább csinálják. És ez miért jó? Azért jó, mert mindent megélhetnek az emberek, ami ahhoz kell, hogy nincs, ott volt, olvastátok, hogy bejussunk, tehát először is annyi tudásunk legyen, hogy képesek legyünk bejutni az aranykorba. Érted? Hogy szeretetben, békében, boldogságban tudjunk együttműködni. Egy olyan társadalmi formában, ahol azért tudunk gyorsabban fejlődni, mint most, mert nem lesz elnyomás. És azért kell az a társadalmi forma, megtanulni szeretetben, békében, boldogságban együttműködni,
hogy visszakerülhessünk abba a létformába, amit ugyan elfelejtettél, hogy onnan jöttél, de most már nem felejted el, mert tudod, hogy onnan jöttél, és hogy visszakerülj abba a létformába, amiből jöttél. Ez nem azt jelenti, hogy az aranykorban nem lehet újra születni, ha te azt választod, hogy az aranykorban újra születsz. De azért gondold végig, miben lenne inkább jobb újra születni. Egy aranykori körülmények közé, ahol nincs elnyomás, ahol mindenki teszi a dolgát, ahol nem kell, nincsenek szükség hatalomban lévő vezetőkre, meg olyanok, akik majd megmondják neked, hogy most oltasd be magad, mert most megjött egy új vírus, érted? Nem lesznek ilyenek. És akkor a lakosság nagy része beoltatja magát, mert azt hiszi, az a jó. Érted? Most itt ilyenek nem lesznek. Hanem mindenki úgy fog cselekedni, úgy fogja tenni a dolgát, hogy tudja, hogy mit kell tenni. Érted? És abba, hogy neki mit kell tennie, senki nem fogja jobban tudni a dolgát, mint ő. Érted? Ez így fog működni. Egy olyan társadalomforma, ahol nem kell, hogy legyen pénz. Érted? Nem lesz olyan, hogy szegénység, de olyan se lesz, hogy gazdagság. Érted? De az nem azt jelenti, hogy mindenki egyenlő lesz. Mert odafön sincs olyan, hogy mindenki egyenlő. Vannak, akiknek a beosztásuk miatt, a tudásuk miatt több kell, hogy legyen, van, akinek meg emiatt kevesebb kell, hogy legyen. Érted? De az nem azt jelenti, hogy, ilyen aránytalanságok lesznek, mint most, amíg most van ebben a társadalomban. Tehát ilyen aránytalanságok soha nem voltak a Föld, legalábbis ennek az emberiségnek az életében. Soha nem volt. Olyan mértékű aránytalanságok vannak, hogy a királyok nem voltak olyan jó módúak, mint most egyes családok, érted? Tehát itt olyan mértékű különbségek lettek, hogy mit tudom, itt vannak olyan családok, amik így simán meg tudnának venni országokat, nem kis országokat, például mit tudom, akár minket, vagy nálunknál nagyobb országokat, érted? Simán. Ha azt mondanák, hogy jó, most mennyit ér Magyarország, úgy tokkal vonulva, és azt mondják, hogy na, mikor utaljam a pénzt? Érted? Tehát ilyen családok vannak. És nem kevés, tehát nem egy család van ilyen a Földön, hanem szép számmal. Tehát egy olyan világban élünk, hogy visszatérve egy utolsó mondatra, hogy nem azért születtünk, hogy az anyagi javainkat gyarapítsuk afölé, ami a szükséglet. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tartalékod. Ez nem azt jelenti, hogy ha olyan helyzet van, akkor ne tudj hozzányúlni mondjuk a tartalékaidhoz. Érted? Vagy a tartalékaid egy részéhez. Mert egy olyan világban élünk, hogy egyszerűen nem láthatod, hogy netántán a tartalékaidhoz mikor kell hozzányúlni, hanem is az egészhez, annak egy részéhez. Érted? Mert keresheted a stabilitást a jelenlegi világunkban, csak találni nem fogod. Oké? De egy helyen még azért talán találnál stabilitást, hogyha elmennél elköltözni mondjuk Észak-Koreába. Jó? Az Dél-Korea, a Jangun. Sorozatokat nézett. Így, hát nem mostanában néztem, az már nagyon régi sorozat. Igen. Jó, tehát gondoljátok végig, hogy van egy ilyen ország, ahol nincsenek nagy aránytalanságok a vagyonba, de a fene akarna azért Észak-Koreába költözni. Gondold végig. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, annyit itt végén mondanék, hogyha tényleg nyitott vagy a tudásra, a tudás nem ebben a részben van, a díjmentes részben, mert a tudás azt jelenti, hogy módszer arra, hogy A-ból eljuss B-be, érted? Hiába mondják meg, hogy
itt vagy az A-ba, hát ez nagy hülyeség, hogy itt vagy az A-ba, a B-be kéne lenned. Hát jó, de hogy a manóba jussak el a B-be? Hát találd ki. Mert ilyen képzések vannak. Mit tudom én, legyél motivált, meg legyél pozitív gondolkod, és akkor eljutsz a B-be. Hát csak ez nem így működik, ez édes kevés, érted? Tehát az, hogy legyen konkrét módszered, milyen, mit jelent az, hogy módszer? Tehát minden szakmának van módszere, hogy hogy kell eljárni abban a szakmában. Na most ez ugyanígy működik a céloknál, érted? Hogy A-ból B-be eljuss, tudni kell annak az eljutásnak a módszerét, és azt itt megkapod, sehol máshol. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló a legkedvezőbb áron, ami a bolygón létezik. Szeretlek benneteket, sziasztok!